Mintegy 120 erdésznő kórusban énekelte az erdész himnusz csütörtökön a Minorita templom lépcsőjén. A dobótéri állomás annak a kétnapos programnak a része volt, melyet az Egererdő ZRT és az Országos Erdészeti Egyesület EGRI helyi csoportja szervezett. Az erdésznők országos találkozóját 1988-tól minden évben megrendezik egy-egy nagyobb városban, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az erdészhölgyek fontos szerepére, mondta Dobrekecs Már Csaba. Az erdőknek nem csak a gazdasági, anyagi szolgáltatásai kerültek előtérbe, hanem azok az úgynevezett immateriális szolgáltatások is, mint a védelmi funkciók vagy az ökoturisztikai funkciók. Az erdőgazdálkodás ezen területein töltenek be hivatást az erdészhölgyek általában, az erdőpedagógiában, környezeti nevelésben, az erdészeti kommunikációban töltenek be fontos szerepet, és úgy gondoljuk, hogy az erdésztársadalom, a férfiak által évszázadokig vitorolt szakma ezzel is tiszteletet állít az erdészhölgyek számára. Csütörtökön városnézéssel kezdődött az esemény, ahol Eger nevezetességeit tekinthették meg a vendéghölgyek. Másnap pedig a szilvásváradi Szalajka völgyben tartottak szakmai programokat, mondta az esemény főszervezője. Mindig az volt a fő cél, hogy azt a kevés számú erdészhölgyet összetartsa, összefogja, akik a magyar erdőkben dolgoznak. Hiszen nem csak férfiak lehetnek erdészek, és fő cél, hogy erre is emlékezzünk, hogy ne csak a férfi erdészek gyűjjenek össze, hanem igazán a nők is, akik kint dolgoznak erdőn. Hozzátette, a hölgyek az ökoturisztikai program mellett megismerték a 2017-es bükkfenséki hókáros erdőterületek utóéletét is.